Nagy szeretettel köszöntelek! Ebben a mai videóban a teljesség igénye nélkül, csak úgy slágvortokban arról szeretnék egy picit elmélkedni, hogy ki nevezheti magát katolikusnak. És hát persze rögtön adja magát akkor a válasz, különösen így a 2023-as pápa látogatás után, hogy az nevezheti magát katolikusnak, aki egységben van a pápával. De az az igazság, hogy nem. Mert hogy a történelem során nem mindig volt egy pápa volt, amikor több is volt, és esetleg egymással szemben álltak. Ráadásul Jézus tanítványai öt ősi patriarchátust, ha szabad így mondanom, öt ős egyházat alapítottak, nevezetesen a Jeruzsálemi, a Római, Antiókiai, Konstantinápolyi és Alexandriai patriarchátust, és ezer évig ennek a, az öt patriarchátusnak az egysége alkotta a katolikus egyházat, amiben a pápa valóban csak Róma püspöke volt, ha szabad így mondani. Tehát, tehát ez, ez nem stimmel. Ki a katolikus? Aki tagja a Római Katolikus Egyháznak. Na, ez, ez, már, ez már igen, ez már közelebb visz. De a Római Katolikus Egyház, hát az megint csak ennek az öt patriarchátusnak csak egy tagja volt, aki levált a többi négyről. Tehát azt is mondhatnám, hogy leszakadt, illetve kölcsönösen kiátkozták egymást, borzalom. Tehát, tehát igazából, akiket ma ortodoxnak nevezünk, valójában ők is katolikusok. Tehát, tehát még ez a szervezeti tagság sem fedi le teljes egészében az összes katolikust. Akkor kit nevezhetünk katolikusnak? Nyilvánvaló, hogy, hogy nem a szervezethez való tartozás az, ami meghatározó a katolicizmus tekintetében, hanem a hit és a hit tartalom. És akkor vissza kell pörgetnünk az idő kerekét egészen az Úr Jézus Krisztus mennybe meneteléig, és Máté evangéliumának 28-as részéből az utolsó szavakat szeretném felidézni, hogy hogyan is vett Jézus búcsút a tanítványaitól, milyen szavakat mondott nekik. Ugye ott egy, missziós küldetést adott nekik, és nagyon-nagyon érdekes, eddig korábban sosem tűnt fel, csak most idén mennybe menetelkor, hogy mit is itt Jézus. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy neki adatott minden hatalom a menjen mennyben és a földön, Elküldi őket, egy kereszteljenek meg minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Azt mondja, hogy tanítsák meg őket arra, hogy mindazt megtartsák, amit ő parancsolt, és ő velük van minden nap a világ végezetéig. És egész egyszerűen csak most ugrott ki nekem a szövegből ez, ez a három és fél, de mondjuk azt, hogy négy minden, amit Jézus mond. Itt a görög szövegben a panta kifejezést találjuk, ami tényleg egyszerűen annyit jelent, hogy minden. Ha viszont a katolikus kifejezést vizsgáljuk, a görög katolikoszt, akkor annak az etimológiája is árulkodó, mert az a kata előjáró szóból és a holosz melléknévből áll. A kata azt jelenti, hogy valami felé, valamire irányulóan, de leginkább az, hogy felülről lefelé, és a holosz pedig azt jelenti, hogy minden egy egyetemes, abszolút. Tehát, hogyha ha, ha nagyon szó szerint akarom értelmezni a katolikuszt, vagy katolikust, ami egyébként azt jelenti, hogy egy általános, egységes, egyetemes, akkor valójában az, az mondjuk szó szerinti fordításban, vagy így ezeket a, a, az alkotórészeket tekintve, azt jelenti, hogy a teljesség felé, <laughs> mint a Vörös Sándor könyvének a címe. Tehát, tehát azt látjuk, hogy, hogy a katolikus, az valami egyetemeset, valami univerzálisat, valami mindenkire mindig mindenhol vonatkozót jelent. És hogy ezt maga Jézus határozza meg. Mert azzal, hogy minden néphez küldi a tanítványokat, azzal, hogy mindenki számára előírja a parancsainak és a tanításának a megtartását, illetve azzal, hogy a mindenkor és mindenhol való jelenlétét határozza meg. Ezzel gyakorlatilag azt a, azt a galileai karizmatikus vándor proféta missziót, amit ő végzett, ő maga tágítja egyetemessé, univerzálissá, az egész világegyetemre vonatkozóvá. És akkor egy érdekes gondolat jutott eszembe, ami természetesen nem egy hittani tétel, csak egy gondolat, csak egy kósza gondolat, hogy, hogy milyen érdekes, hogy pünköstkor ünnepeljük ünnepeltük szimbolikusan az egyház születésnapját, de hogy a katolicizmus születésnapja az mennybe menetelkor van. Tehát, hogy gyakorlatilag megelőzi Pünkösdöt a szent lélek kiáradását. Mert hogy a kereszténységet ugye azt szoktuk mondani, hogy Szent Pál alapította, valójában nem Jézus, de Jézus alapította a katolicizmust. Mégpedig itt Máté evangéliumának végén ezekkel a szavaival. Hiszen ő az, aki univerzálisá, -e, egyetemessé tágítja a, a tanítását és a küldetést a tanítványok számára. Tehát nagyon érdekes, hogy a, a katolikus hit az valójában Jézus mennybe meneteléhez kötődik. Kinevezheti hát magát katolikusnak? Az, aki mindazt hiszi, vallja és megtartja, amit Jézus tanított. És akkor most egy distinkciót kell tennem, mert ugye mindig Szent Pálra hivatkozunk. Szent Pál egy apostol volt, aki értelmezte, hát ugye Jézussal, az élő galileai Jézussal, ő soha nem találkozott, nem is hallotta beszélni, de értelmezte a kereszt eseményét és a húsvéti történés sorozatot. Tehát ő egy értelmező volt, de nem maga a megváltó természetesen. Tehát az a katolikus, aki az eredeti, az ősi hitet hiszi és tartja, és ebbe inkluzíve nem csak azt tartozik bele, amit Jézus tanított és parancsolt, hanem az is, amit az ősegyházban kialakult, és amit az ősegyházban, például az egyházatják, akár szokásként, akár az apostoli jogfolytonosságot, akár a szentségeket, stb. stb. Tehát ami, ami mindig jellemezte már a legkorábbi időktől kezdve az egyházat. Maga Szent Pál mondja azt, hogy kerüljük az újdonság hajhászó fecsegést. Tehát katolikusnak lenni az azt jelenti, hogy van egy ősi hit tartalom, ami alapvetően az egyetemes zsinatok tanítását jelenti, illetve az apostoli hagyományt jelenti, és aki ebben hisz, ez, ebben nem víz bele újításokat, és ezt maradéktalanul vallja és megtartja, az nevezheti magát katolikusnak, függetlenül attól, hogy milyen felekezethez, vagy milyen szervezethez tartozik. Ezért mondja azt Lerinumi Szent Vince, hogy hisszük és valljuk mindazt, amit mindig, mindenki, mindenkor, mindenhol hitt. Tehát, tehát katolikus, a teljesség felé, aki azt hiszi és vallja, amit mindig, minden korokban illetve azt megelőzően is már mindenki egyetemesen és általánosan hit, és ez Jézusra mutat vissza, és a mennybe menet erre, az nevezheti magát katolikusnak. Nem muszáj egyetérteni, de szerintem ez nagyjából így lehet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál.